Mert életcélnak meg azt mondanám, hogy az az életcél, hogy Magyarországnak jó jövője legyen, és azt gondolom, hogy az anyanyelv az egy nagyon jó eszköz ehhez. Ezt szoktam mindig mondani, és közhelyes, de így van. De mit köszönsz az anyanyelvnek? Hát például nagyon szépen lehet rajta magunkat kifejezni. Szerintem most tanultuk tanárnővel a nyelvújítási időszakot, hogy a minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. Hát jó, most már a globalizáció korában élünk, és én nagyon szeretem az idegen nyelveket, tényleg, de a magyar nyelvet akkor is meg kell őrizni, meg nagyon kevés nyelvvel lehet szerintem úgy játszani, mint az anyanyelvvel. Tehát múltkor beszéltük, nem is tudom, tegnap vagy tegnap előtt tanárnővel, hogy a leghosszabb magyar mondatra, ami visszafelé olvasva ugyanazt, tehát, hogy erre hogy jöttek rá? Ami ugye a Magyar Nyelv Múzeumában is rögtön a bejárat fölött ki van írva, szép halmon, egyszer voltam ott, és onnan megjegyeztem, és hogy erre hogy jöttek rá, és olyan szép ez a nyelv tényleg, hogy a hazaszeretet az számomra egy nagyon fontos érték, és ezért szeretném az ország jövőjét is jobbá tenni, lehetőleg civilként egyébként, tehát nem szeretnék politikus lenni, de azért jó lenne azért valamit tenni, meg egyébként az is nagy álmom, hogy költő legyek. És szoktál versenyt? Néha igen egyébként. Publikálod őket? Néha van, hogy... Tehát rendes irodalmi folyóiratban még nem jelent meg versem, csak néha Facebook oldalamra kiteszem, ilyenek. És mit, szonettet már tudsz írni, vagy ilyesmit, tehát a formákat már próbálgatod? Még nem próbáltam egyébként, én úgy vagyok vele, hogy én jobban szeretek kötetlen formába írni verseket. És akkor témát tekintve? Leginkább szerelmi témák, de például egyszer... Az életem első olyan verse, ami értékelhető, az egy akrosztikon volt, és ezért küldj édesanyámnak, mert anyák napjára. De tehát nem tudom, tehát ez még annyira nem kifordult dolog ez a költészet, meg a zene nálam, de ezekkel is szeretnék valamit kezdeni. Tényleg olyan, azt hiszem, túl sok tervem van. Te és az osztálytársak hogy bírják ezt a tempót, amit te diktálsz? Az az igazság, tehát, hogy suliban nem tanulom túl magam, tehát én sem mindig ötös dolgozatokat írok. Az, hogy bírják ezt a tempót, én azt gondolom, hogy nálunk már rég nem az megy, hogy másokhoz egymáshoz hasonlítgatnánk magunkat, tehát mindenki abban teljesedik ki nálunk, amiben jó. A történelem, meg a nyelvek, meg stb. Ez nagyon érdekel engem, és úgy gondolom, hogy most, ahogy majd jön a B2-es nyelvvizsga másfél hónap múlva franciából, így most nagyon sokat rá kell tanulnom, mert úgy gondolom, hogy lehet, hogy valaki órán megjegyzés, megírja ötösről a dolgozatot, de mint én, aztán el is fájtam. Tehát sokszor mondják, hogy a szorgalom az, ami igazán, tehát régebben, még amikor általánosban jártam, én volt, hogy helyesírási verseny, hogy elképesztően sokat készültem, és ott már akkor megszereztem egy olyan alapot, amivel már tudtam aztán tovább menni, és akkor legközelebbi versenyen már nem kellett például annyit készülni. Sokszor mondják, hogy amiben az ember 10 000 órát belefektet, abban jó lesz. Hát én még nem tartok itt semmilyen téren, de remélem, hogy még egy nagyon hosszú élet áll előttem. Ezt nem tudhatjuk előre, de remélem.